Köszöntöm Önöket! Az iskolakezdés azzal is járhat, hogy a gyerekek elkezdenek egyedül suliba járni. A sok figyelmeztetés ellenére gyakori, hogy kockázatosan és meggondolatlanul közlekednek. Igen, ők még másként hallanak, látnak, gondolkodnak. De hogyan tudunk nekik segíteni, hogy biztonságosabban közlekedjenek? Adásunkból megtudhatják. Tartsanak velünk! Közlekedjünk együtt, okosan! Az utca figyelmet és fegyelmet követel. Soha nem lépünk az úttestre olyan helyről, ahonnan nem látjuk jól az úttestet, mert ilyenkor bennünket sem látnak jól az autóból. Nagyobb úton, utcán csak az útkereszteződésben megyünk át a túloldalra. Mindig tartsuk be a gyalogos közlekedés szabályait. Szervusztok, kedves harmadikosok! Azért gyűltünk ma itt össze veletek. A gyalogos közlekedést fogjuk gyakorolni, mert ki fogunk menni az utcára. De mielőtt kimennénk, elkészítettük itt nektek a kicsinyített mását az igazi, eredeti útnak. Először is, mielőtt kimegyünk, meg fogjuk próbálni itt, az iskola udvarán, hogy hogyan is kell a gyalogosnak helyesen közlekednie. Kérnék szépen mindenkit, hogy nagyon-nagyon figyeljen, mert nem mindegy, hogy mikor, hogyan és mit teszünk. A gyalogosoknak kijelölt közlekedési terület a járda. Ha át szeretnénk kelni egyik járdáról a másikra, akkor át kell haladnunk az úttesten. De az úttest kié? Az autóké. Ezért kell keresnünk egy olyan helyet, ahol van gyalogos átkelőhely. Mi is a gyalogos átkelőhely? Mit látunk itt, gyerekek? Mi ez? Zebra! Bizony, nagyon ügyesek vagytok a zebrán. Tehát, amikor odaérünk a zebrához, akkor meg kell győződnünk arról, hogy nincs-e semmilyen veszély. Először balra nézünk, aztán jobbra nézünk, és ha nem jön semmilyen jármű, vagy messze jön, vagy pedig megálltak az autók, akkor szépen, operatívan át kell haladni a zebrán. Ott megyünk át a túloldalra, ahol zebra van felfestve. Ennyi fáradtságot megér a biztonság. Mindig időben induljunk el. Ne rohanjunk, ne kapkodjunk. Kétféle típusú zebra van, ami jelzőlámpával van ellátva, vagy pedig jelzőlámpa nélkül. Most azt fogjuk elgyakorolni, hogy hogyan kell áthaladnunk, ha nincsen jelzőlámpa. Tessék, kérem ide a harmadik A-osztályt. Mit kell csinálnunk, Ádám? Széllyel nézünk. Először balra nézünk, utána jobbra nézünk, és áthaladunk szépen. Harmadik B-osztály. Mit csinálunk? Balra nézünk, jobbra nézünk, és áthaladunk. Ha nem jön semmi, áthaladunk egyik irányból sem. Nem a járda szélén sétálunk, hanem a belső oldalon. Így nem sodorhat el bennünket véletlenül egy autó. A járda szélén mindig megállunk. Csak akkor lépünk az úttestre, ha az autók megálltak, és a vezetővel egymás szemébe néztünk. Egyedül kiengednek-e a szülők a közlekedésbe? Igen, kiengednek tavaly. Tavaly óta? De tavaly óta már úgy képzeljük, hogy egyedül is jársz iskolába? Igen. Mi alatt jössz az úton? Hányszor kell átjönnöd zebrán? Kell vagy négyen átmennem. Megnézem, hogy nem jön el semmi autó, és akkor átmegyek. Szoktál figyelmetlen lenni? Néha.
Nem nézed meg, hogy jön hát a... Hát néha nem szoktam megnézni, de a legtöbbször megszoktam. Mi van a jelzőlámpánál? Azt szoktad figyelni, hogy mikor vált át a lámpa, vagy azt szoktad figyelni, hogy melletted az emberek mikor indulnak el? Hát most mind a kettőt szoktam figyelni. És mi van, hogyha valaki hirtelen melletted átmenne a piroson, és te utána követnéd? A szabálytalan lenne. Tehát akkor mit kell inkább figyelnünk? A jelzőlámpát. Hány éves a gyereketek? 8 és 10 éves. A 8 éves gyereket engeditek-e már közlekedni egyedül a városban? Nem engedem közlekedni. Reggel kíséritek iskolába? Iskola területéig. Én hozom, kísérem a zebrán át, iskolánál elválunk, és délben ugyanúgy várom, és viszem tovább. Zene, külön órák, tánc. Mikor van vége egy napotoknak? 6 után. Ez mit jelent? Teljesen ott vagy végig a zenébe, és megvárod, amíg végez? Igen. Mivel hogy ne kell legyen, az egyiket viszem, a másik pont végez, úgyhogy így össze van hozva a program a délutáni. Mit gondolsz, mikor fogod elengedni a gyerekeket egyedül közlekedni? Hát, hogyha ilyen sofőröket találkozok mint nap, akkor még nem hamar. Ők nem szeretnének jönni, úgyhogy külön. Anya, most már ne kísérj engem, ezt nem hallottad még egyet? De szeretnének, de biciklivel is volt rá példa, hogy majdnem elütötték. Úgyhogy így inkább mondta, hogy inkább kísérj, anya, és akkor itt meg már az iskola területén elválunk, aztán majd ugyanúgy anya jön és várja. Te, amikor gyerek voltál, téged hány éves korodig kísérgettek? Nem is tudom, 10 szerintem, 10 éves lehettem, amikor már egyedül közlekedtem, de nem is volt messze az iskola, de nem is volt ez a rohanás, mint a mostani világban szerintem. Megállunk, balra nézünk, jobbra nézünk, nem jön autó, mehetünk. Figyeljetek, gyerekek! A közlekedést nem csak a zebra, vagyis a gyalog átkelő hely könnyíti meg számunkra, hanem ez a nagyon okos szerkezet is. Mi a neve ennek a szerkezetnek? Jelzőlámpa. A jelzőlámpának, amint láthatjátok, 4 oldala van. Ez a 2 oldala az autóvezetőknek mutatja a jeleket, ez a 2 oldala pedig a gyalogosoknak mutatja. Itt 3 szín gyullad ki, itt pedig 2 szín gyúl ki. Amikor az autóvezetőknek piros a jelzés, akkor mit gondolsz, hogy nektek, a gyalogosoknak milyen jelzés gyullad ki? Zöld! Emeld a zöldet! Amikor nekik piros, ők megállnak, akkor haladnak át a gyalogosok. Amikor nekik sárga, akkor ők még nem indulnak, de már készülnek. Sárga, mutasd a sárga színt, mit jelent a sárga? Ők készülődnek. És amikor nekik zöld, akkor a gyalogosoknak piros. És a piros mit jelent? Megállni! Tilos az átkelés! Előfordulhat, hogy olyan helyen jársz, ahol nem segít neked a közlekedésben sem a zebra, sem a jelzőlámpa. Mit teszel akkor? Eljössz egészen a város központjára, hogy találj egy zebrát, mert át kell menned? Nem. Akkor is át kell menned egyik oldalról a másik oldalra, de akkor sokkal-sokkal figyelmesebbnek kell ám lenned. Átmehetsz zebra és jelzőlámpa nélkül is, de nagyon-nagyon figyelmesen. Mielőtt lelépnél az útra, balra nézek egyszer, jobbra nézek egyszer, s még egyszer. Mi a feladata a biciklisnek, a gyalogos átkelőn? Kérnénk szépen egy biciklist, aki bemutatja nekünk, pattanj fel a biciklidre. Megérkezik a gyalogos átkelőhöz. Állj, biciklis, állj! Szállj le az eszközödről,
told oda a gyalogos átkelőhöz, figyelj, és gyalogosan szépen áttolja a bicikliét. Nem ülhetsz fel a biciklidre és áttekersz nagyon gyorsan. A biciklis csak gyalogosban mehet át a gyalogos átkelőn. Megértettük, harmadikosok? Rendben. Jelző lámpa áll a járdán, csuda okos szerkezet. Sárga fénye figyelmeztet, készülj, de még nem mehetsz. Zöld szemével, hogyha rám néz, azt jelenti, mehetek. Ám, hogyha jelző lámpa piros szeme néz felém, megállok a járda szélén, és nem indulok, de nem én. Harmadikos osztályod van most. Mennyire kísérik még a gyerekeket iskolába? Inkább az jellemző, hogy a gyereket hozzák, viszik még iskolába, de első osztályban szinte minden gyereket, sőt minden gyereket hoztak és vittek, még az udvaron sem engedték, hogy keresztül jöjjön egyedül a gyermek. Második osztályban már volt egy-két gyerek, aki egyedül járt. Persze csak úgy engedhettem el, hogyha a szülő ugye igazolást írt, hogy elengedhetem, mert én vagyok a felelős érte haza úton is, de hogyha a szülő ezt engedélyezi, akkor elengedtük a gyereket. Most már harmadik osztályban lehet mondani, hogy az osztály negyede egyedül jár. Sőt, van olyan gyerek, aki biciklivel is közlekedik. Most már egyre bátrabban elengedik a szülők. Mit tapasztalsz, mennyire tudják a gyerekek a közlekedési szabályokat? Igyekszünk szinte heti rendszerességgel kitérni. Tananyagban is benne van, egészségtanból például tanuljuk a közlekedést, és igyekszünk osztályfőnöki órán is minél többet beszélni erről, sőt elpróbálni velük, vagy kivinni őket többször a városba, és állandó jelleggel figyelmeztetni őket, hogy mire kell odafigyelniük. Lehet azt mondani, hogy a gyerekek tisztában vannak ezzel, de viszont arra próbálom én, mint osztályfőnök tanítani őket, hogy nem csak a szabályokat kell megtanulniuk, hanem azt, hogy nem bízhatnak meg az autóvezetőkben, és hogy mindenféleképpen körültekintőnek kell lenniük. Neked van már gyereked, ő hány éves? Igen, ő már 10 éves múlt. Őt mennyire engedett ki szabadon a közlekedésbe? Hogyha közel megy, és tudom azt, hogy nem veszélyes az útszakasz, akkor elengedem, de hát bizony, hogyha veszélyesebb útszakaszon kell keresztül mennie, akkor féltve én is, sőt, inkább csak úgy, hogy valakikkel együtt, vagy mondom neki, hogy felnőttet várjon meg a zebrán, és úgy menjen át veszélyesebb útszakaszon. Mit tanácsolnál a szülőknek? Mi az, amire figyeljenek oda, és mi az, amire mindenképpen beszéljenek otthon a gyerekkel? Én is, mint anyuka, próbálom a gyerekemet minden egyes sétálás közben tanítani. Nem csak úgy megyünk az utcán valahová, vagy megyünk haza az iskolából, hanem minden átkelőnél figyelmeztetem és tanítom, hogy hogy is kell neki közlekednie. És én ezt tudom javasolni a szülőknek is, hogy ne csak úgy sétáljanak, hanem tanítsák a gyereküket, tanítsák arra, hogy körültekintőek legyenek. És azt már egy szülő is látja, hogy mikor van az az idő, amikor elengedheti a gyermekét egyedül. Nem futunk az úttestre guruló labda után. Az úttesten nem játszunk. Piros jelzésnél nem lépünk az úttestre. Nem indulunk neki a vasúti átjárónak.
De nem lépünk le rögtön, hanem körülnézünk, akkor is, ha zöldet mutat. Rögtön, akkor sem, ha zöld, ugye? Mindig körülnézünk. Lassan készülődünk, mutatod a sárgát. Készülődünk. Úgy, és átváltod zöld, figyelj. Körültekintünk, balra, jobbra, ha megálltok, átmegyünk. Először 8 évesen engedtek el egyedül itt egy ilyen, van egy kis út iskolába, és 8 évesen a boltba is akkor engedtek el. Most csak akkor hordanak, amikor esik az eső, és akkor úgy kocsival elhoznak. Milyen messze laksz az iskolától? Biciklivel 10 perc, kocsival egy 6 perc. És biciklivel jársz akkor ezek szerint iskolába? Igen. Milyen korán indulsz reggel? Hát 7:30. 8-ra jártok iskolába? Igen. 7:30-kor elindulsz, és? Hát, én úgy 3:45-8-ra itt vagyok, kipakolok, és még van időm ismételni. Egyedül a faluba el szoktak engedni mindenhová? Hát nem mindenhová, boltba engedtek eddig még el, és iskolába. Egyedül elmernél menni a városba és közlekedni? Hát, nem nagyon. Szerinted mitől másabb a város, mint a falu? Hát mert ott sok ember van, és így nagyobb a forgalom, és így több autó el is üthetne. Tudsz közlekedni zebrán? Tudok. Az mit jelent? Hogy megyünk át a zebrán? Akkor kell átmenni a zebrán, mikor zöld a lámpa, és látjuk, hogy nem jön semmi. És mi van, ha nincs lámpa? Akkor szét kell nézni az úton, és megvárni, hogy nem jön kocsi, és ha nem jön, akkor át kell menni. Egyedül jársz már iskolába? Igen. És mióta jársz egyedül? Hát úgy 8 éves korom óta. Nem féltél, amikor legelőször azt mondták a szülők, hogy most már elindulhatsz egyedül? Hát nem. Itt én ilyen közel lakok az iskolához. Kinek az ötlete volt? A szülők mondták, hogy most már kisfiam, akkor mehetsz egyedül is, vagy te jelentkeztél, hogy most már szeretnél egyedül menni? Hát úgy én jelentkeztem, mert már mindenki úgy egyedül járt, és akkor én is már egyedül akartam. Biciklivel könnyebb közlekedni, vagy gyalog? Hát biciklivel könnyebb. Azért, mert gyorsabb, vagy azért, mert jobb biciklizni? Hát jobb is, kényelmesebb is, és gyorsabb is. Kicsit párhuzamot szeretnék vonni közlekedésileg a falu és a város között. Láthattuk, hogy a városban mennyivel forgalmasabb és mennyivel másabb a közlekedés. Ti mennyire engeditek el a gyerekeket már szabadon? A magam nevében beszélhetek csak. Én azt mondom, 3 gyerekem van, és az idősebbik lányom, ő 8 éves, és őt már 3 éve engedjük, hogy elmenjen a boltba egyedül, az iskolába egyedül jár, de ezt már megmosolyogtuk, hogy miért, mert itt lakunk rögtön, csak át kell menni egy kis ajtón, és már is ott van az osztályban. Nem féltem őt, viszont a szabályok azok el vannak mondva, tehát mielőtt átmegy az úton, megállsz, körbenézel, jobbra is, balra is, nem jön-e semmi. Fontos
lenne az, hogy mindenki betartsa a szabályokat, és tényleg 50-nel közlekedjenek a faluban, de ez nem mindig történik meg. Úgyhogy erre is figyelni kell a gyerekeknek, hogyha túl gyorsan jön az autó, akkor inkább várja meg, míg elhalad, és csak utána menjen át az úton. Aztán mindenkinek köszönjön, ez már nem tudom mennyire tartozik a közlekedéshez, de ez is el van mondva, idősnek, fiatalnak egyaránt, és csak az óvatosságra van intve. És gyerektől függ, hogy meg lehet-e benne bízni, hogy tényleg betartja azt a szabályt, amivel itthonról elindítottuk, vagy ilyen kis habókos, és majd ő megy a saját feje után. Például a fiamat, aki 5. évét töltötte be, őt még nem merném elengedni, még a boltba se, ami nem messze van tőlünk. Most kicsit az jutott eszembe, hogy egy fészekaljban nőnek fel, mégis különbség van a gyerekek között. Hogyha most a két gyereket, a nagyobbik gyerekre rábíznád a kisebbiket, úgy elmernéd-e őket engedni? Ezt már kérdezik nyár óta egyfolytában, hogy mehet-e vele, például átmennek valamilyen édességért, és akkor a kicsi is nyafog érte, hogy ő is menni akar a naggyal, de nem. Még ezt sem engedtük meg. Ugyan Emma ilyen anyáskodó és gondoskodó is, tehát biztos, hogy tudna rá vigyázni, de megint csak a fiúban nem bízok meg annyira, hogy ő meg szót fogadna a lánynak, hogy megfogja a kezét, és vele együtt lép gyorsabban vagy lassabban, amikor ő azt mondja. Úgyhogy nem merném még rábízni egyiket a másikra. Szerinted mennyire biztonságosabb egy falusi közlekedés, mint egy városi? Én azt mondanám, hogy biztonságosabb. Kevesebb jármű fordul meg, és itt még talán ott van a sofőr, az idegen sofőrben is, hogy akármikor kigurulhat egy labda vagy egy bicikli, és jön utána a gyerek, és jobban odafigyel. Én így gondolom, mint a városban, mert a városban meg mindenki csak azt nézi már, hogy a helyen meglegyen, akár a parkolásnál, akár itt még elférek, vagy nem férek, és nem biztos, hogy arra figyel, hogy oldalról esetleg valaki berohanhat az útra. Kicsit változott a világ, kicsit mások lettünk mi is, változott ugye a környezet is. Minket akkoriban mennyire óvtak szerinted a közlekedéstől? Ennyire sem. Nem azért, mert nem voltunk fontosak a szüleinknek, hanem megint csak ezt tudom mondani, hogy kevesebb volt a jármű, több volt a biciklis és a gyalogos, és ha visszaemlékszem, akkor első osztálytól egyedül jártam az iskolába, pedig nem voltam túl közel hozzá, tehát én a főúton laktam, az iskola bent volt a faluban. De nem volt probléma, tehát el voltunk engedve. Aztán én 4 osztályt jártam Haláboron, a szülőfalomban, és utána 5. osztályban már Mezővárjban jártam, a középiskolába. Az öcsém viszont akkor volt elsős, és ő már rám volt bízva, hogy így egy kicsit visszatérjek erre, hogy mennyire bízza a szülő egyik gyerekre a másikat, vagy az idősebbikre. És én ügyeltem öcsémre, hogy ott legyen. Nem tudom megmondani, hogy hányszor történt meg, hogy én a buszon ültem, és elment a busz, és ő pedig jött felfele a kisúton mamámtól bandukolva, mert ő úgy gondolta, hogy még ráér, aztán meg kellett állítani az egész buszt, hogy a öcsém odaérjen. Ilyen is megtörtént, de hogy nem emlékszem rá, hogy bármi probléma lett volna. Szerinted van ilyen, hogy elérjük azt a korosztályt? Van meghatározott év, amikor azt mondod, hogy na, most? Nem tudom. Nem tudok erre neked válaszolni, mert nem akarok okosnak tűnni, mert a legnagyobb gyerekem is csak 8 éves. Ez, hogy a bizalom mikor alakul ki, hogy a közlekedésben elengedjük a gyereket, ezt még egyszer mondom, gyereke válogatja. Beszoktatok menni városba, szoktatok-e arról beszélni, hogy itt teljesen másként közlekedünk, itt nem köszönünk mindenkinek, itt zebrára figyelünk? Igen, majdnem minden átkelőnél ott van a lámpa, így aztán könnyebb megmagyarázni, hogy amikor piros még állunk, amikor zöld, akkor mehetünk, és pittyeg is, amikor mehetünk, úgyhogy majd azt hallod. Piros, sárga, zöld, amikor a fényem piros, akkor elindulni piros, a sárga a lámpám fénye, a
Nem szabad elfelejtenünk, hogy gyermekünk azt csinálja, amit tőlünk lát. Ha mi átrohanunk a piros lámpán, ő is meg fogja tenni. Szülőként a szabálykövetés és a példamutatás a legfontosabb teendőnk. Így tudjuk őket felkészíteni az önálló, biztonságos közlekedésre. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! 2 hét múlva újra várjuk Önöket! A viszontlátásra!